Magyarország kormányfője Orbán Viktor a legfontosabb játékos az EU-ban. Erről ír a A cikk, kiemeli Magyarország július 1-én hat hónapra átvette az EU tagállamok soros elnökségét, közben Orbán Viktor megalapította a Patrioták Európáért Szövetséget, és ezzel együtt az új csoportosulás az EP harmadik legnagyobb frakciójává válhat. Számos elemző szerint a politikai bravúr is Patrioták Európáért létrehozása, amelyhez egyre több párt csatlakozik, a tárgyalások jelenleg is zajlanak. Zoltán folytatja. Köszönöm szépen a Batyányi Lajos Alapítvány szakmai programvezetője, Póca István a vendégem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A, a Divelt után hadd hozzam akkor ide a Divelt Vohét, akinek a főszerkesztője elkísérte a magyar miniszterelnököt Ukrajnába, és most arról ír, hogy a magyar miniszterelnök célja az elnökség során, hogy az Egyesült Államokból távvezérelt Európai Unióból egy ismét aktív szerepet vállaló uniót csináljon, tehát hogy egy politikailag a politikai súlyát visszanyerő Európai Unió legyen. Ismeretes a magyar terv, többször beszéltünk már róla a versenyképesség, a migráció, vagy éppen a béke kérdése. A hat hónap mire lehet elegendő? Hat hónap sok és kevés is egyszerre. Nyilván minden tagországnak hat hónapra van lehetősége. Tehát nem sikerültek azok a tervek, amelyek arról szóltak, hogy megakadályozzák a magyar elnökséget, meg a magyar elnökségnek a lehetőségeit. Ez fontos eredmény abból a szempontból, hogy láthattuk, hogy az Európai Parlament részéről a mekkora nyomás nehezedett, ugye külön politikai állásfoglalás is történt. És ugye van egy másik próbálkozás, ez pedig arról szól, hogy sikertelenné tegyék a magyar elnökséget. Ez már egy sokkal kevésbé erős próbálkozás, még az azért, mert talán Brüsszelben is sokan belátták és belátják azt, hogy a magyar elnökség sikere az, az európai önnek a sikere, Magyarország sikere, Európa sikere ebben a helyzetben. És ugye itt a legfontosabb kihívás, vagy a két legfontosabb kihívás valójában a versenyképesség, illetve a háborúnak a kérdése. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, ahogy átvette az elnökségi is tehát gyakorlatilag másnap már Kijevben volt, sajtóinformációk pedig arról szólnak, hogy véhetően a közeljövőben az orosz elnökkel is tárgyalni fog. Ezeket, ezek a lépések mind arra utalnak, hogy a béke megteremtése lehet ennek a fél évnek a célja. Nyilván nem biztos, hogy fél éve legendő erre, de az alapoknak a lefektetéséhez mindenképpen legendő. Nem csak, hogy elindult a magyar elnökség, hanem repülő rajtot vett, erről beszélt itt az m az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Bóka János is. Egy európai parlamenti választások után vagyunk, egy ciklus vége, egy új ciklus kezdete, a politikai felelőssége. Miben áll a magyar elnökségnek? hiszen a konszenzus keresés, arra való törekvés az elsődleges. Ez egyértelmű, és azért az látszik, hogy azokban a kérdés, azokra a kérdésekre fókuszál a magyar elnökség, amiben lehet konszenzus teremteni. Tehát azok a vádak, amelyek érték Magyarországot, hogy tudatosan a megosztásra törekszik, ez abszolút nem igaz. Ugye olyan kérdéseket emel föl ebben a mostani helyzetben, amelyekben látható, hogy a tanácson belül is, meg a parlamenten belül is kell tudni fél év alatt eredményeket teremteni, meg konszenzus elérni. Azt szerintem senki sem vitatja a mostani helyzetben, hogy Európának a versenyképességével valamit tenni kell. Szerintem senki sem vitatja ebben a helyzetben azt, hogy a háborúval valamit tenni kell. Én egyébként a hét elején Brüsszelben jártam, és pont a soros elnökség ide átadásának idején is ott voltam, részt vettem különböző programokon, meg hát nyilván háttérbeszélgetéseken is, és a különböző intézményekben folytatott háttérbeszélgetésekből. Ami kiderült számomra, az az, hogy elég komolyak az aggodalmak most már az EU-s intézményekben. Talán egy évvel ezelőtt még, és akkor is személyes benyomásom, akkor is ott voltam, az volt, hogy mintha nem is lenne háború. Mint a Brüsszelben minden nyugodt lenne, minden menne tovább. Drasztikus volt a, a váltás, méghozzá azért, mert most nagyon érződik az intézményeken belül az aggodalom, meg a félelem, hogy az Európai Uniónak Kicsúszott a kezéből az irányítás, nem tudja kontrollálni ezt a helyzetet, nem tudja kontrollálni a háborút, és valamit kezdeni kell ezzel a háborúval, mert hogy gazdasági szempontból, biztonsági szempontból is veszélyes. Nyilván ezt azt nem várjuk, hogy egyik pillanatról a másikra majd az EU-s vezetők kiállnak és elismerik. El az eddig rossz irányba mentünk, hibáztunk, és hogy Európa nem jól cselekedett. Uh, inkább arra lehet majd számítani, hogy lassú lépésekkel, kisebb lépésekkel próbálnak megközeledni abba az irányba, hogy uh, hogyan lehetne uh, ezzel a háborúval valamit kezdeni, és hát nyilván ebben a valamiben egy fontos lépcsőfok, vagy a legfontosabb lépcsőfok majd a novemberi amerikai elnökválasztás lesz. Milyen, hogyha már lépcsőfokokról beszélünk, akkor milyen lépcsőfoka lehet ezeknek a folyamatoknak az, hogy egy új pártszövetség formálódik Európában, méghozzá a Patrióták Európáért, Orbán Viktor, André Babis? Korábbi cseh kormányfővel és a Szabadságpárt vezetőjével írta alá az erről szóló papírt. De azóta már egy portugál párt is csatlakozott, amely egyébként egy képviselővel volt még jelen a portugál törvényhozásban, talán 19-ben, most meg 50 képviselője van. És hát mindenki arra számít, hogy ez a csoport majd még erősödhet, növekedhet. Nagyon sokan figyelnek most már in Penre, Mire lehet számítani? mindenki a lépését várja, de azt azért lehet látni, hogy az Európai Parlament nagyon sokan már beáraszták ezt a döntést, és azzal számolnak, hogy akár a harmadik legnagyobb frakció lehet. Az azt jelenti, hogy a harmadik és leg... negyedik legnagyobb frakció most bármelyik sorrendben is, de véhetően ez az új formáció, illetve ugye a már meglévő európai konzervatívok és reformerek lesznek, ami azt mutatja, hogy ez a két csoportosulás simán letolja a dobogóról, a liberálisokat simán letolja a a térképről a zöldeket, ami azt mutatja, hogy a választói akaratra egyfajta reflexió, arra a választói akaratra, amely arra mutat, meg abban az irányban mutat, hogy az Európa jobbonnak jobban meg kell szerveznie magát. És tudni kell azt is, és szintén egy háttérbeszélgetésekből tudom, hogy az európai néppárban nagyon aggódnak ez, emiatt. Ez neki egy a sajtóba is átjön, és Azért aggódnak nagyon, mert látják azt, hogy az Európai Néppárt egy annyira nagyra nőtt és annyira balra tolódott szövetség, hogy azok a pártok, amelyek őszinte jobboldali politizálást akarnak vinni, őszinte konzervatív értékeket akarnak képviselni, egyre inkább bizonytalanok a, a Néppártban, hogy a Néppárton belül mennyire megvalósítható ez. Többen számítanak rá, vannak, akik tartanak ettől, nyilván ez, hogy fogalmazok, vérmérséklet kérdése, de hogy a néppárton belül lehetnek változások, akár a ciklus közben már, mert hogy olyan kérdések és olyan témák feszítik, és feszíthetik az elkövetkezendő öt évben is az Európai Uniót, amiben a konzervatív válaszokra lehet szükség konzervatív pártoktól, és konzervatív pártok nem akarnak tovább, és egy részük nem akarnak tovább baloldali válaszokat halni. Többféle bírálat és aggodalom is megjelent a magyar soros elnökséggel kapcsolatban, és a pártszövetséggel kapcsolatban is a politikó hasábjainak korábbi bizottsági elnök. Jean-Claude Juncker mondta azt, hogy a lehető legkényelmetlenebbé akarja tenni a patrióták Európáért képviselőinek a munkáját. Volt egy online konferencia, ahol Daniel Freund zöld képviselő bírálta a magyar elnökséget, és amely részt vett Dobrev is, aki a DK Európai Parlamenti képviselője, ő azt mondta, hogy szimbolikus kárt okozhat majd a magyar soros elnökség. Korábban is voltak már, és ön erre utalt, próbálkozások arra, hogy ne legyen magyar soros uniós elnökség. Ezek a bírálatok most minek szólnak? politikai birátok, a idézettők idézett, ők mind politikai ellenfelei ennek a szövetségnek, mind politikai ellen érdekeltek ezzel a szövetséggel szemben. Ne vágyuk azt, hogy ők majd tapsikolni fognak, és azt fogják mondani, hogy jaj, milyen jó, hogy ez a szövetség létrejött, és jaj, milyen fontos ez a lépés. A cél az az, hogy azt kommunikálják, hogy ez nem egy európai lépés, ezek nem európai pártok, és valójában Európa ellen cselekszenek. De ha megnézzük, akkor ezeket a pártokat, pont az európai parlamenti választások, pont az európai demokrácia hívta életre ezt a szövetséget, és pont az európai választópolgároknak a mondjuk úgy, hogy a felkiáltására próbálnak meg ezek a pártok ezzel az összefogásra válaszolni, és még egy talán hasznos információ, amit brüsszeli berkekből lehetett hallani, hogy bizony-bizony az ICR és ugye ez az új szövetség tudnak egymásról, és nem egymás ellen igyekeznek majd cselekedni, megpróbálják majd véhetően összehangolni a tevékenységüket. Póca Istvánnak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.